Igazán sajnálni tudom ezeket az embereket, de leginkább azokat a memóriazavaros személyeket tudom sajnálni, akik akár egy elkezdett mondat közben is képesek Szabados Gábor, Béla bácsi és Dénes bácsi című jelenetét előadja Szombati Gyula és Kerekes József. A címe Béla bácsi és Dénes bácsi, vagy ezt már mondtam? Ne haragudjon már, hogy megszólítom, de ön nem dr. Ibrányi Kelevéz, a neves lepke biológus? Milyen nevet mondott? Mármint, hogy én? Igen, maga. Azt kérdeztem, hogy ön nem azonos Kondorfalvi Ernővel? De ki az a Kondorfalvi Ernő? Nem tudom. Az előbb más nevet mondott. Mármint, hogy én? Miért kérdezi folyton azt, hogy mármint, hogy én? Mármint, hogy én? Én csak azért szólítottam meg, mert ön nem vitéz, Tarack Zoárd. Mármint, hogy én? Igen, azt hiszem. A neves numizmata. Nem vagyok az. Neves Terebes Dénes vagyok. Amúgy maga is nagyon ismerős nekem, csak nem jut eszembe a neve. Kár, mert ha eszébe jutna, megmondhatná nekem, hogy én is tudjam. Megvan. Te Cserszegi vagy. A negyedik B-ből. Igen. Még csak negyedikes vagyok. Cserszegi, te tiszta hülye vagy. Egymás mellett ültünk 4 éven át a gimnáziumban. Semmit nem változtál tegnap óta. Igen. Mi volt tegnap? Hát tegnap volt a 60 éves érettségi találkozónk. És? Hogy sikerült? Hát ott voltál te is. Te, emlékszel arra, amikor még harmadikban... Nem emlékszem. Állítólag rossz a memóriám, ha jól emlékszem. A rövid távú memóriád rossz, vagy a hosszú távú? Igen. Mert én úgy tartom karban a memóriámat, hogy minden nap megtanulok 5 új idegen szót, és elfelejtek 10 régit. Veled mi van? Tartom a kapcsolatot a körzeti orvosommal. Nem körzeti az az orvos, hanem házi orvos. De bizony, hogy körzeti orvos. Övé Németországban a Wiesbadeni körzet. Ja. Családod? A gyerekek és az unokák már kiröpültek a fészerből. Nem a fészekből. Hát most te tudod, hogy honnan repültek ki vagy én. Kettecskén élünk a társammal, Esmeraldával, az aranyhörcsöggel. Bár ő már fél éve meghalt. És mit eszik? Mostanában semmit. Nem túl jó az étvágya. És a feleséged? Elhagyott egy jóval fiatalabb én. Összeállt egy 70-es jabranccal. És a tiéd? Ő nem akar elhagyni. Látszik a nyoma. Mi? Ő vágott orrba. Nem ő volt. A buszsofőr az orrom előtt akarta bezárni az ajtót. De én gyorsabb voltam. Így pont az orromra zárta. Be kell perelni. De eljönné tanúskodni? Hogy gondolod? Hát azt mondanám, hogy ott voltál nálunk, és láttad, amikor a feleségem orrba vágott. Megbeszélhetjük, egy jó ötlet. Micsoda? Hát, hogy azt állítjuk, hogy a feleséged vágott orrba. Óriási! Mekkora ötlet! Most találtad ki? Tudod mit? Te, még azt is ráfoghatjuk a feleségemre, hogy ő gyilkolta meg az aranyhörcsögödet. Jó, nem milyen aranyhörcsögömet?